Tiszteltel köszöntöm valamennyi kedves nézőnket. Egy remek, fontos repre vonulnak ki a csapatok. A házigazda piros-fekete Budafok, és szintén piros-fekete, de most tiszta fehérben küzdő dolog. És nézzük a két csapat összeállítását. 30-as a Mursi és Olanda dolog kapujában. 20-as Pap Máté, 22-es Dusztus András, 24-es Nyíri Vince Tóbiás, 4-es Jáskó Mihályló, 45-ös Földi Botond, 18-as Víg Ádám, 4-essel Takás Péter, 10-essel Mészáros Áron a csapat kapitánya, és elől 85-asan még Tomás Lénárd. Borsos, Forró, Berko, Kitu, Németh, Barn és Foldics üdögélnek Németh Szabolcs kispadján. A második helyen álló Budafok csapatával 1-essel Pósár Dániel, 3-as Margiti Csandor, 12-es Omics Dániel, a csapatkapitánya 17-ese Vasicsú Gergő, és Gohér Gergő 6-ossal, 5-ossal Olá Bálint, 18-asa Horváth Roland, 24-esre Soltés István Zoltán, 25-esre Szavó Máté Norbert, és 7-essel Stübek Alem Martin a csatársorban. Kovács, Opaszki, Írik Farkassebesség, Micsinai Mervó, hosszú kiadás után Kulcsák Korné és Kírják Hennik üdögének Csizmadja Csaba kispadján. Az előzményekről annyit, hogy Budafok ugye a második 46 ponttal, 39 pontos a Siófok, 37 a Győr és 36 a Gyirmót, a Dorog 11-dik 28 ponttal, de nem lesz könnyű dolga a Budafoknak. A Dorog mindenkire veszélyes csapat, és masszívan megszervezi a védekezését, felállt védelem ellen nem lesz könnyű a rosszon érik a piros-fekete Budafok dolga. Olá, sokadik labda szerzése. Minden mérkőzésen sok van neki, kiváló védekező középelső, és egy előretörés. Margiti Csandor tette ki a labdát oldalra, majd várná vissza, de nem kapta, befelé húz a Budafok. Gohér, ő nagylövő, onnan akár el is vállalja Gohér a lövést, lepattan, és vetődve elcsípi azt Mursics Roland, nem lett tehát szöglet. Vasicskó, a felállt védelem, a behúzódó dolog, próbálja keresni gyenge pontokat, kihúzni őket a kapuk előteréből a Budafokja. Olá, ez jó lövő helyzet, el is lövő Olá mellé. Azt mondja Vasicskú, menjetek fiúk, én bedobom. Vasicskúnak olyan bedobása, hogy innen könnyen nyitni Novgorodig eldobja a labdát, tehát semmi problémát nem okoz majd neki az ötösig behajítani a játékszert. Emiatt aztán szöggettel felérő bedobásai vannak. Sokat profitált ebből a Budafok annó Domini. Zsolné fölött átmegy, ott a lövési kísérlet, Olá Bálint tette kapura, majd harcol a labdája, egy fejes mellő. Jól ívelődik, ott a lehetőség, és az utolsó másodpercben felszabadít ismét a dolog, a nagyon jól játszott Lusztus András. Újabb Budafok kiszöglet. A fotós hölgyet kell egy kicsit arrébb tessékelni, aki elhelyezkedett, és a dorogi kaput vette célba, lehet, hogy sejt valamit, nézzük az ívelést. Kifelé a dorogi véde. Ugyújújúj, Skribek! Hát, a platánfák kirügyeztek a légnyomástól, ez hatalmas ukrot. Rosszul visszafelé, kapta Jóriási Budafoki lehetőség! És Romics visszasarkalja, azonban ott van Mursics, és rávetődik a labdára. A 22. percben hatalmas BMT helyzet a szöglet után. Egy rossz felszabadításból indult ez az egész, úgyhogy Németh Szabolcs mester a fejéhez kapott a dorogi kispadon. Azt mondja, hát, ha az ellenfél nem csinál helyzetet, mi majd megoldjuk. Romics és Vasicskó. A szokásos forgatókönyv, aztán Margitics esetleg. Vasicskó ránk cáfolt hosszú indítására a Horváth Roland. Horváth a 16-os sarkánál bemúlít, ott a lehetőség, és Margitics elesett a saját lábából, azt kell mondanom, de még mindig Zsolnai előtt a labda. Zsolnai szabadrugás! Nem ítél a játékot, a szabadrugást Margitics küzdés harcol, és a bedobás a Budafokot illeti, hát bizony ebben is több volt, több lehetőség. Talán szabadrugást érhetett volna Zsolnai ellen a szabálytalanság, ott volt azonban a közelben a játékvezető, és ő egy Főri Grandezzával továbbot intett. A szél ismét erősödvén inkább a Budafokot támogatja. Tényleg olyan vagyok már, mint egy meteorológus, de nem mindegy ilyen széljárás esetén, bizony a kapura lövéseknél ennek jelentősége lehet. És Szabó Máté most futhat, ezt nagyon szereti, akár az alapvonalig viheti egy jó cseh után. A bicikli megvan, Szabó eljött, az első cseh jó, a begurítás azonban elmegy, ott a lehetőség szabadrugás, veszélyes játék, így van. Horváth Roland akart ollózva kapura lőni, ezt azonban nem honorálta a játékvezető, a mozdulat szép volt, ám de haszontalan, és sárga lap, szabadrugás a dorogiaknak. Mint a falról jönnek vissza mindig a budafoki lábakból a labdák, de nem tudnak mit kezdeni a betömörülő dorogi védelme egyelőre az egy piros feketék. Egy ívelés,
Szabó Máténak még jó lehet. Jó is. Gohér. Hola. Szabó. Jön a cselló? Nem. Visszafordul. Gohér. És eltalálja a játékvezetőt. A játékvezető, mint tudjuk, pályatartozik. És csípőjéről kipattan a labda. Nincs igaz a közönségnek. Hiába berzenkednek. A játékvezető kis túlzása, mintha a szöglet zártóról pattant volna a labda. Ez be a szerencse. Gohér Gergő őt találta el. Ha például kapuló pattan a labda, akkor gól. A híres olasz bíró Concetto Lobello volt ilyen, amikor egy alacsonyabb osztályú mérkőzésen rosszul helyezkedett és gólt fejelt egy szöglet után, és bizony meg kellett adni, és ezzel veszített a hazai csapat. Képzelhetik, hogy mit kapott ezek után a játékvezető a hűvös és mértéktartó dél-olasz közönségtől. Na hát ilyen szituáció most nem volt, viszont elindulhat Zsolnai. Szépen pergeti Horvátnak, Horvát nem les, Horvát! És most les, elnézést. Későn emelkedett a partjelző zászlaja. Soltész. Olá Bálint. Ez nem rossz. Egy lövés és ez a legszebb támadás. Olá előreíveli Zsolnai. Leteszi és érkezik Horváth Roland, akinek bombája a 39. percben az eddigi legszebb támadást eredményezi. Ám de ennek ellenére gól nem születik, mert Mursics vetődve nagyon szépen hárít és nem is jött ki olalabda. Egy perc a hosszabbítás, és visszatért leragasztott fejjel Romis Dániel. Egy percet mutat a tartalék játékvezető. Egy percig kell még kiúzni a csapatoknak, és akkor úgy tűnik, hogy valószínűleg döntetlennel vonulnak majd pihenőre, de talán Olá tehet arról, hogy ne így legyen. Hosszú indítás, nagy labda, nem lesz gólhelyzet, ott a lehetőség, és Mursicsba lőtt a Zsolnai. Atyavilág, kérem szépen, kripta biztos helyzet, Zsolnai kilép. Égen földön senki, nem érik utol a védők, kilép Mursics, és a melle kakasáról lepattan a labda, majd megszerzi utána. Hát kedves Zsolnai Rihárd, ez bizony be kellett volna lőni, Csizmadél Csaba is összevonta a karját, és elkesedett azzal sétál a kispadra. A legnagyobb lehetőség a 44. percben, 45. ezén már. A játékvezető az óráját ellenőrzi, és most indul útjára a labda, és már is Olá Bálintnál. Olá és Gohér aktívak voltak, ment előre a Budafok, Romics leragasztott homlokkal, mentek előre, lőttek is kapura, hogy milyen hatékonyság, ezt ne firtassuk. Volt helyzet is, Mursics kapus védett, de összességében nem volt nagyon komoly átutörő a támadásség, mert eddig a dorogékban semmi. És most egy eladott labda után Zsolnai helyzetbe begurít középre Szabó, és megfogta Mursics, kérem szépen. A 46. percben budafoki lehetőség, és ez is kimarad. Hát nagyját teszik Mursics Rolandot, és hát a Budafok nagyobb sebességgel kapcsol, mert végül is ez a csapat most már kimondva a feljutásért küzd, és ahhoz ilyen meccseket egyszerűen meg kell nyerni. Egyébként a többi meccs úgy alakul, a Győr például vesztésre áll, a Csákvár döntetlenre áll, úgyhogy a Siófok döntetlenre áll, tehát ha a Budafok megnyerni ezt a meccset, és a többi így maradna, ismét léphetne egyet előre, mármint a többiek rovására, mert az MTK a Békés Csabával játszik, és azt valószínűleg otthon, hazai pályán a Hidegkúti stadionban begyűjtik majd ezt a meccset. Nem az MTK-ra kell figyelni, a Budafoknak, Soltésznek a labdára kell figyelni, amit most elveszít. Dorogi bedobás, amit a szél támogat, de a budafoki feljáték erősebb. Egy kiugratás, Skribek, benne bízhatnak a budafokiak, Skribek, nem jó. Sarokrugás. Kiszöglet, majd az ívelés, nagyon hosszan Olá Bálint, fejjel vissza-vissza fejjék. Olá Bálint, lőd el Olá Bálint, ellövi fölé. 48. perc, Olá lövése fölé száll. Soltész, megindul, nyakán nem fogva megpróbálják visszarántani, ez nem jött be. Gohér, jó labda, na nézzük, Skribek. Gohér középre, ott van Skribek, visszateheti, üres a kapu, és elszáll az üres kapu fölött a visszaívelés, ezt nem hiszem el. Hát, kedves, én nem szoktam keresni a szavakat, de most majdnem elhallgattam. Ilyen nincs a világon, tehát ott a lehetőség kidolgozva, ott az ívelés, és mindenki feje fölött elszáll.
padorogi közönség most csendben figyel, viszonylag a budafokiak hangosabbak, biztatják a csapatot, rajtok nem múlik. Még egyszer ki kell emelnem, hogy a budafoki közönség, akár legyen szó kosárlabdáról vagy futballról, idegenbe is a világ végére tényleg elkíséri a csapatot. Tehát ez mindenképpen dicséretre méltó. És nézzük most megint csak Gohér Gergőt. Olá Bálint. Keresik a fogást a dorogon, a dorog behúzódik, keményen védekeznek, nekik az egy pont tökéletes itt a Budafok otthonában. Rossz indítás, Romics Daniel. Fú, német Szabolcs, most már nála is elpattant a húr, és nagyon ideges játékosaira, mert percekre nem tudták megtartani a dorogék a labdát. Szabad rugás most, Alen Skribek kapott egyet. Tűzd rá, mondják Gohérnek, két tagú sorfalat kért Mursics Roland. Hát ballal Gohér rátekerheti ezt. Rá is teszi Mursics vér. Zsolnai hosszú indítás, de kinek? Romicsnak. Romics megelőzi ellenfejét, de Földi elhozza a labdát. Őt is megelőzik Olá. Hoppá, hatalmasat kap Olá a bal lábára. Aki szabálytalan volt, Pap Máté. Csere lesz. Kulcsár Kornél érkezik. Vazicskó. Margit is. Hú, de csínbe kapta a labdát, és hatalmasat kapott. Én nálam ez sárgalap, így is van. Elővarázsolja a játékvezető. Pap Máté előbb szabálytalan volt Olá Bálinttal. Most eléggé keményen beleszállt Margiti Csandorba. Ez elővarázsolta a sárga kártyát. Olá Bálint tisztáz és kiharcol egy bedobást. Ott elesik egy budafoki fiú, Kulcsár Kornél. Még messze volt a labda, őt már fellökték. Ez viszont annyit jelent, hogy ez egy nagyon jó szabadrugás pozíció, és említettem önöknek, hogy Kulcsár Kornél technikájával semmi probléma nincs. Onnan bizony szabadrugásból nagyon könnyen veszélyes lehet Kulcsár. Széles a variációk tárháza, nézzük Kulcsárt. Vagy Gohért, hozzáteszem. A játékvezető a sorfalat igazgatja még, és Kulcsár. Bele a sorfalba, ott a lehetőség. Olá Bálint visszagurítja, Zsolnai lő fölé. Egy NB2-es bajnokin annak idején a Budafok dorog mérkőzés érdésmond 4800 nézőt vonzott, ezt a Budafoki Múzeumban tablón meg is örökítették. Egy remek indítás, Szabó, ott a lehetőség, a gyorsjátékos fakette egy ellenfelét hosszan teszi maga elé. Tehát még egyszer mondom, a Budafok dorog meccseknek nagy hagyománya van és hatalmas nézősereget vonzott akkor a dorog vendégjátéka. Nem történt szabálytalanság, jöhetnek a fehérek. Hosszú indítás, a kapus nem jön, úgyhogy Romicsnak kell kizárni a játékost. Még egyszer mondom, úgy alakulhat a többi mérkőzés állása, hogy nagyon sokat érne az a budafoki győzelem a félidei eredmények alapján feltétlenül. Margitics. Zsolna indul meg. Soltész. Folyosó előtte Soltész. Olá el fogja lőni, nem, kiteszi, Szabó, egy lövés, és óriási bravúra véd a kapus. Ott a más ismétlés, és ezt is megfogja. Kulcsár ismétlését. A 61. percben két budafoki helyzet, és mind a kettő kimarad. És dicsérjük meg Kulcsárt, és aki akrobatikus mozdulattal tette kapura. Hát most már azt mondom, szegény embert a Mursics is húzza, azt lehetne egy ilyen közmondás is, a Mursics Roland a lezőn legjobbja most már, el kell mondanom, mert mindent kifog, ami kapura megy, és most tényleg jó lövésekkel kínálták meg őt a budafokiak. Mursics vára egyelőre bevehetetlen. Margitics. Hosszan tette maga elé. A dorogiak betolják a buszt a kapu elé, és bizony nagyon nehéz feltörni a budafoknak ezt a védekezést. Egyszer-kétszer sikerült, akkor ott van viszont Mursics kapus. Olá. A kis jó lövése van, úgyhogy kísérletezhetne. Most egy átívelés Kulcsár elengedi, Zsolnainak ott van. Zsolnai. Lődlá, mondják, rálövi. Lepattan, ha kimegy szöglet, de nem ment ki Gohér, és ez sem ment ki. Kézreklamálnak a budafokiak a játék vezető. Ott állt, ott az ívelés. Kulcsár elengedi. Bocsánat, Zsolnai engedte ott a Kulcsár. Visszagurít, egy lövés, ez is lepattan. Egy másik lövés, és ezt meg kifogja Mursics. Ilyen nincs a világon. Kulcsár. Egy ívelés. És most kifelé szabadrugás. Hát tűzi játék volt itt a 68. percben.
És megint csak Mursics kapus bravúros védése kellett ahhoz, hogy ne zörrenjen meg a háló, miközben újabb budafoki csere lesz. Szabó elmegy. Most kihasználja a gyorsaságát, ez nagyon jó. Szabó középre kivágja. Újabb kezezés, lencsés felszólítása után, mármint ezt reklamálja az ezerfejű Cézár. Egyelőre a játékvezetőt egyáltalán nem hatották meg ezek a reklamálások. Kb. 5-5-ször kiabál kezezést a közönség. 5-5-ször intett tovább a bíró, egy dorogja a földön. Érik Farkas ennek ellenére megindultán nem is láthatja. Érik Farkas, visszarántani sem tudják, egy ívelés, egy csúsztatás és Mursics kapus. Rettentő csúcsforgalom a 16-oson belül, és most fut góhér. Elég szép ívű bedobás, a kapus öklöz, egyből lehet lőni, nem, Szabó elesik, ott a lövés, és mellé megy ez is, fordulásból is szöglet. Ezt nem hiszem el, ilyen a világon nincs. Hát tényleg. Már a nagyszámok törvény alapján valaminek be kéne akadnia, de egyszerűen nem, nem és nem. Megint centimétereken múlik, és ott a lövés, Horváth Roland, és ott a szöget, egy ívelés, csúsztatás kijön. Futni kell bizony, ott vannak a dorogiak, és egészen át a Pósherig. Hosszan ívelődik. Visszafejelt labda Szabó, egyből húzza majd ide, hát fölemelte középre. Vasicsku, atya úristen, Vasicsku visszafelé pergette ezt a labdát, kérem szépen. Hát nem találta el jó Vaszi, és akkor még finoman fogalmaztam, újabb csele lesz majd a Budafoknál, de közben nézzük Soltészt. Érdekes, Gohér nagyot kapott, hát ez is sárgalap, úgy is van. És lejön Horváth Roland, és ha jól látom, akkor Mervó Bence. Először Mervó Bence, aki nagyon-nagyon hosszú sérülés után bemutatkozik hazai mérkőzésen Budafok színével. Kérem szépen, ha Mervó Bence gólt lőne, akkor lehet, hogy ácsolnák a szobort alapzatot itt Budafokon. Hát ez érdekes debütálás lenne. Jó az ívelés, de hát Mursics kijön, aki ma egyszerűen mágnes rejtett a kesztyűjébe, könnyedén és lazán húzza le a labdát, és az indítása is jó. Valószínűleg az ő nevét mondtam magasan legtöbbször. Mészáros tette szépen tovább, földi egy veszélyesnek tűnő akció. És még mindig ott a lehetőség, kérem szépen, Nyíri. Az a szerencséje Budafoknak, hogy rendkívül körülményesek elől a dorogiak. Mervó, na egy labdaérintés, amely Szabónak esetleg jó. Szabó gyors, kibillentik az egyensúlyából, Szabó elesik, szabadrugás. Ez egyértelmű, Szabó megpróbált, és dicséretére legyen mondva, nem megjátszotta, botladozza futott tovább, szabadrugás, igaz, hogy visszarendeli a játékvezető. Ott az ívelés. Mindenki előtt elmegy, Vasicsku még elérheti. Dicséretes gyorsasággal is érte, majd középre tekeri, ez sem rossz. Írik fölfejeli, na ott mi lesz? Ott kérem szépen semmi. Kihúzza Tomás Lénárt. Margitics fejjel vissza, Olá Bálint, le kell venni, így van. Kulcsár, ő is felemeli, ez kár volt. Kedves Kulcsár Kornél, mert ezt egy sokkal magasabb fiú sem érheti el. És jön a csere. Azt hiszem, a közönség harcolható kiabálása most annyiban nem helyén való, hogy harcol a Budafok, mennek előre becsülete, ezt nem lehet álljuk fogni, hogy nem. Nem sikerül semmi egyszerű. Ilyen van. Kár, hogy ilyen van most, mondják, de Írik Farkas még próbálkozik. Jó beadás, Kulcsár lábáról lepereg, ott van Soltész, nem fogja rálőni, Olá Bálint. Írik Farkas. Jön a cselló? Nem, ívelés. Lénát kirúgja, Olá Bálint. Emelés vissza. Á. Egy ívelés, könnyedén megszűri a budafoki védelem, és Margitics Andor röpítheti előre a rosszon Eriket. Margitics, nagy lendülettel, ez az ő kedvenc tere, itt befutatja. Szabó Máté, hosszú. De eléri Szabó. Megmentette, ez bravúr volt. Már önmagában, hogy ebből bedobás lett, mert bűnrossz átadás volt. De
az ellenfél lábába, de Vasicskó visszaszerezte, aztán Soltész, Mervo kettős szorításban, Kulcsár, Gohér. Érig elszakad emberétől. Ott az ívelés, rosszul csúsztatták meg a dorogiak, de még így is az övék a labda. Szerel Margitics, ez jó, egy csel, Margitics elmegy, Margitics ellomi, és ez is mellé megy, ezt nem hiszem el. Ilyen nincs a 89. perc, a Margitics gyönyörűen megcsinálja, és ehhez is hozzáér egy dorogilár. Újpest szurkoló legyek, ha értem, ez hihetetlen, kedves néző, hogy mi nem megy itt ma be. Hát ez elképesztő. És egy láb hozzáért. Ott jön a szöglet, ott jön a fejes, nem jön a fejes, de a visszapattoló labdából még lehet valami. Szabó, édesatya úristenem, ezt tovarúgta. Vasicskú, Romics, Gohér. Fel fogja ívelni. Nem, elvesztette, és jön egy dorogi ellencsapás. Hát ez durva lett volna, ha ebből bármi történik, de Póser kilépés, a labda az övé. Margitics. Most megy oda a játékvezető a bűvös táblához, és felemel egy számot majd. Milyen szám lesz az a szám? 3 perc. Hát az még sok mindenre elég, hogyha a Budafok lábán vándorol a labda, mondja a budafoki közönség. A dobok megszólaltak. Szabó, nem sikerül a csel. Szépen adogatták ki a dorogiak, de Margit is labdát szerez, majd Csoltész. Ível középre, Irik Farkas elől kirúgják. Érkezik Vasicskú, és Margit is, mindenki érkezik, és mindenki meg akarja szerezni, ott van Olá Bálint. Gohér. Irik Farkas. Elindul Irik Farkas, szöglet. A szuszpoé lenne, ha mondjuk érintés nélkül becsavarná. De hát ez budafoki álom. A csavarás jó. Szabó visszateszi. Soltész ellövi, nem volt rossz bizony. Ha-ha, Soltész lövés. És ez is mellé megy. Kérem szépen, jön egy ívelés. És mellé. Kérem szépen, a 91. percben helyezhetünk fel egy dorogi fejest. Bedobás, akkor jön Vasicskú. De nem előre megy Vasicskú, hanem a kapu elé megy Vasicskú, akkor Gohér Gergő nagy bedobása következik. Én szerintem Szilasi Szabolcs játékvezető ezt még engedi, bár a dorogiak már kapacitálják, hogy fújja le. Jön el a sluszpoén. Fejes kifelé, és ebben a percben a játékvezető lefújja. 0-0 a vége, Margit is dühösen csap a levegőbe. Én elmondtam az értékelést. A végig védekező, teljesen defenzív játékot játszó dolog. Azért vitt el egy pontot a Promontor utcából, mert a Budafok képtelen volt a hálóba találni. Ebben megakadályozta Mursics Roland kapus őket, és megakadályozta a bal szerencsés őket. Egy szerencsés hírt végig is mondhatok. 3 perccel a lefújás előtt a Budafok kosárcsapata viszont a HEP kupában maga biztosan vezetett. Igen, most mondja Gergő, hogy a Budafoki kosárlabda klub életében először megszerezte a HEP kupát. Most mondja meg Gergő, gratulálunk a kosarasoknak, és én nem marasztalom a futballistákat se. Mindent megtettek a második fél időbe, de egyszerűen most nem lehetett gólt lőni Mursisnak. Innen búcsúzom a végeredménnyel. Budafok dorog 0-0, viszont látásra, viszont hallásra.